Csak a szokásos, ha a megye foglalkoztatásáról beszélünk, megint csökkent a munkanélküliség Győrmoson Sopronban. A kormányhivatal legfrissebb júniusi számaiból kiderül, hogy az év 6. hónapjában közel 400-zal kevesebb volt a regisztrált munkanélküli, mint májusban, és majd 900-zal, mint az előző év azonos időszakában. Mindössze 3651 ember volt állás nélkül, ami az elmúlt évek legalacsonyabb értéke. A kedvező adatok és a csökkenés mindössze 1,7%-os munkanélküliségi rátát eredményezett a megyében. Ez történelmien alacsony érték, aminek több oka is van. A Fejlesztési Minisztérium államtitkára szerint a jó kormányzati intézkedéseknek, a kiváló gazdasági környezetnek és a tényleg dolgozni akaró embereknek köszönhető a rekordkevés munkanélküli. A szorgalmas embereknek köszönhető a jó munkanélküliségi mutató. Másodszorban pedig azt gondolom, hogy a kormányzatnak jó intézkedései voltak. Egyrészt a támogatott iparfejlesztés egy nehéz időben, ugye a 2006-2008-as gazdasági válságot, hazai, illetve nemzetközi válságot követően erős kormányzati beavatkozásra volt szükség. A mostani kormány felvállalt konfliktusokat, de támogatta a járműipari, illetve beszállítói rendszernek a újragondolását, támogatását. Ez egy jó döntés volt. Ennek most biztosan szerepe van az 1,7%-os, tehát a rekordalacsony munkanélküliségben. Az külön figyelemre méltó, hogy 4 járásban is 1,5% alatt van az állás nélküliek aránya, míg júniusban a győri körzetben volt a legnagyobb a csökkenés. Iskolai végzettség szempontjából továbbra is a középiskolát végzettek vannak a legtöbben munkanélkül, és a képzetlenek aránya a legalacsonyabb az egész országban. A jó adatokhoz azért hozzátartozik, hogy rengetegen ingáznak a szomszédos Ausztriába, ahol hivatalosan már 80 ezer magyar van állásban. A nyári idénymunkák, főleg a mezőgazdaságban annyi embert igényelnek, hogy most az is a sógoroknál dolgozik, aki itthon esetleg állás nélkül maradt. Az 1,7%-os ráta persze ősztől kicsit felfelé fog kúszni, de szakemberek szerint a megyében tartósan 3% alatt maradhat a munkanélküliség.